A hét elején számoltunk be arról, hogy 6 ország óvodapedagógusai érkeztek Egerbe a Nej Ferenc óvoda által szervezett szakmai továbbképzésre. Az Erasmus Plus programon belül zajló képzés egész héten át tartott. A zárónapon Habis László polgármester köszöntötte a pedagógusokat a Városházán, aki többek között a város értékeiről, oktatásáról, kultúrájáról beszélt a résztvevőknek. Csományné Pós Judit, a Nej Ferenc óvoda vezetője elmondta, a képzés rendkívül hasznos és sikeres volt. A visszajelzésekből úgy tűnik, hogy sok olyan ismeretet és módszert be tudtunk mutatni itt a délelőttök folyamán, ami új volt a kollégáknak, illetve igyekeztünk interaktívvá tenni ezeket a módszertani képzéseket. A szakemberek többek között múzeumpedagógiai, drámapedagógiai, valamint mesepszichológiai témájú programokon vettek részt, de ellátogattak a Harlekin Báb Színházba is. A Portugáliából érkező Marco Martins úgy fogalmazott, nagyon sok hasznos élményt szereztek Egerben. Our experience here... Fantasztikus tapasztalatokat szereztünk arról, milyen munka folyik az itteni óvodákban. Látjuk, hogy a gyerekek nagyon boldogok, fejlesztik a képességeiket, különböző dalokat tanulnak. Azért veszünk részt ebben a projektben, hogy megosztjuk a tapasztalatokat egymással, megpróbáljuk fejleszteni a gyermekek kommunikációs képességeit, az írást és az olvasást. A spanyol, portugál, lengyel, olasz, török és magyar pedagógusokat legközelebb a román kollégák látják vendégül. A szakmai programsorozat ez év nyarán ér véget.